ha nem szaladnak neki a kommandósok az embereknek, akkor nem lenne ez, nem lett volna ez. Ilyet még az életünkben nem láttunk. Amilyen brutálisan itt ez csütörtöki nap, ami itt folyt. A 60-i eseményeket követően a helyiek azonnal kérték a segítségünket. A TASZ három munkatársa még aznap este a helyszínre utazott, ahol számos szemtanút és érintettet hallgattak meg. A testvére behívták tanúskodni. Ekkor mi idejöttünk, ide rendőrség elé, hogy mi a helyzet, miről van szó. Kisebb csoportokban álltunk. Itt is álltak, itt is és itt is álltak. Körülbelül mi voltunk romák olyan 15-en. Először kiengedték az uraköcsémet. Jött ki, kijött utána két nyomozó, a fél úton már kint volt, visszavitték, azt mondták neki, hogy még egyszer azt mondom, hogy gyere vissza, akkor gyere vissza. 20-25 perc elteltével ismételten kijelentkedik a Vidák Ferencet. Ekkor mi oda mentünk a kerítéshez, láttuk az arcát bedagadva, ő is megemlítette, hogy bántalmazták. Két arca így föl volt neki tagadva. Kijött, elkezdődött a kiabálás, hogy mi verték meg. Ekkor az anyja persze, hogy meglátta, és kiabálta, hogy megyek vissza az orvoshoz, látta, hogy mekkor azért rá fogtok baszni, mi vertétek meg őt, nem is csinált semmit. Erre úgy, ahogy volt, vagy 10 nyomozó, többen, hanem többen, ki egyszerre, valaki a kapu jött ki, valamelyik meg átugrotta azt a kerítést. Nem mondtak semmi felszólítás, semmit. Utána így lögdöstek minket, arra befelé a lépcsőház, meg a garázs közé. Engem lefújtak, elszaladtam idáig, ismételten fújtak, hátba vágtak, gyomron rúgtak, vagyis üttek. Hogy a veszekedésre, a kiabálásra lettem figyelmes, mikor kimentem ide, kinéztem az ablakon, azt láttam, hogy a rengeteg komandósok vagy rendőrök, nem tudom kik voltak ezek, megindultak a cigányok felé, aki az utcán volt, gyerek, asszony, ember, akit értek, üttek mindenki. Itt voltam, és láttam, hogy már onnan szaladnak át a rendőrök. Ugráltak át kapon minden, és utána, amikor itt megálltam, mondom, inkább én elmegyek innen. Ott innen mentem volna ott arra, hátulról leltöktök, megfordítottak, és a szemembe fújták a sprét. Szemed hogy sérült meg? Ütöttek, hátulról is. Sokkot kaptam szerintem, mert én még ilyet nem láttam soha. Láttam, hogy az egyik fiatal gyereket beleverik itt a földbe, hogy ráugortak, vagy 4-5-en. Beleturták a fejemet a virágos kertbe, a tiszta földbe a fejem. Úgy hátra bizsincselt a kezemet, hogy kificamodott a vállam. Utána megfogott, behúzott a fejemnél fogva, a betonom behúzott ide. Volt ilyen fekete maszk, vagy nem tudom mi az. Voltak ilyen civil ruhások, meg ilyen fekete ruhások. A testvérem felvette telefonra kamerával, a komandós el is vette tőle a telefonot. A telefonommal veszem az egész dolgot, erre oda jön két komandós, kiveszi a kezemből a telefon, utána amikor ide behoztak a kihallgatóba, meg neki basztak a falnak, a könyökkel a tarkom, hogy mi a faszra vettem ezt az egészet a telefonra. Miért vettem én? Hát mondom, legyen bizonyíték, puff, egy vesés. Azt mondja, miért vetted ezt? Azt mondom, ne üssétek már az embereket, és mondom, azért így vettelek, mondom benneteket. Szépen visszajött a telefon, tehát a telefonon már semmi nem volt. Megmondja a kártyát, kivették, eldobták, az sincs meg. És akkor még az egyik rendőr, mikor rugdost a szegény asszonyt, akinek véki védte volna a gyerekét, csivalkodott, hogy ne üssék, még annak ráadásul olyanokat kiabált hátra, hogy hát dolgozni kellene, nem bűncselekményeket. Hát kérem! Azt lehet! Dolgozni kéne, meg nem bűnözni! Ügyfelek úgy, azt lehet! És olyan, te is, te nem az! Hát én nagyon féltem. Ami pedig 20-an jöttek, ez valami balzasztó volt. Engem is lefújtak. Pedig én nem is kiabáltam meg semmit. Mamám még mentett volna onnan, és őket is fellökték. Hugom. Hát mennyi idős a húgod, mondd ez. A húgom az 5 éves. Ennek az incidensnek után, amikor már bevitték az embereket, akkor fölmentünk a lakásba,
Hát megfürdettem a gyerekeket, és akkor 4:11, 4:10 fele körülbelül hangos bemondóval, mikor mondta a férjem, hogy vegyük már halkabbra a tévét, mert itt valami baj van, mikor kiabálták a két gyerekemnek a nevét, és ahány férfi tarkozkodik a lakásba, az felemelt kézzel jöjjönek ki. És akkor a férjem a kádból vizesen dideregve ment ki a lépcsőházba, és felemelt kézzel a falhoz kellett tenni a kezüket nekik, és akkor elkezdték kutatni őket. Utána mondták, hogy jönnek a kutyával. Kutyával jöttek föl, kábítószert kerestek, meg valószínűleg azért jöttek. Ugye nem találtak semmit, megfogták, azt behozták őket. De hogy milyen okból szemben? Az fogalmam sincs, hogy miért vittek be minket. Azért vittek be minket állítólag, hogy mondjuk el, hogy mit látunk ebből az esetből. Melyik? Ebből a verekedés esetből. Akkor nem is a kábítószer? Oda fent a lakásba, ez volt nekem amúgy a rendőrségnél gyanús, hogy a lakásba azt mondták, hogy kábítószert keresnek. Mikor meg már lehoztak minket a rendőrségre, akkor meg azt mondták, hogy ebből az esetből hallgatnak ki. Úgyhogy valahol ez se stimmelt. A rendőrség az állami erőszak monopólium egyik letéteményese, ezért az ezzel való visszaélés súlyos alapjogsértésekhez vezet. Ezért foglalkozik a TASZ, mint emberi jogi szervezet rendőri bántalmazásos ügyekkel. Így volt ez 2006-ban is, amikor akár csak most számos olyan embert képviseltünk, aki rendőri túlkapások áldozatává vált. Itt akkor derül neki az igazság, a legnagyobb igazság, hogyha az összes felvételt nyilvánosság elé tenni a rendőrség. Mert úgyse fognak nekünk hinni senki. Mi beszélsz? A rendőrség nem fogja nyilvánosan kimutatni, hogy ők voltak a hibásak. Kíváncsian várjuk, hogy vajon a rendőrség nyilvánosságra hozza-e a térfigyőkamerák felvételeit, ugyanis az eddig birtokunkba került információk alapján erős a gyanunk azt illetően, hogy a rendőrök aránytalanul súlyosan jártak el az intézkedésük során. Ha el is fogadnánk a rendőrség verzióját, miszerint romák egy csoportja garázdaságot követett el, akkor is ez az eset a rendőrségi kettős mércére példa. Gondoljunk csak bele, hogy Devecserben a szélsőjobboldali tüntetésen a tüntetők egy csoportja köveket, üvegeket dobált egy romák lakta házra, és a rendőrség nem lépett fel ellenük, nem alkalmazott kényszerintézkedést, nem állította elő őket. A magyaroknak miért nem mentek neki múltkor? Itt állt egy csomó magyar, mert bevittek garambolé valakit. Miért nem verték meg? Ők is lázadtak, kiabáltak. Az nem olyan rég volt itt. Azt nem verték meg őket, nem szaladtak ki. Jaj, jó van, csicsították őket. Olyan gyorsan történt, mint a nem is tudom mi. Szóval le vagyok most is döbbenve. Borzalmas volt. Borzalmas volt. Hát most is elég rosszul, még mindig. Ez van a fejemben.